A Bonyhádi Perccel kerti családi piknik legelső és legfontosabb célját az összetartozás érzése és a családi kikapcsolódás jelentette, mely az érdekes produkciók, a gyermekeknek szánt pecsétgyűjtés és a kézműves vásár teremtett lehetőséget. Bonyhádon már nem is tudom, hogy hányféle rendezvényt tudnánk felsorolni, ami fontos a családok számára. Ez köztük az első tavaszi rendezvény, amit mindenki boldogan részt vehet. A gyerekek ötállomásos pecsétgyűjtése izgalmas feladatokkal zajlott. Mindegyik bolyának van ilyen ábrája. Akkor van szúróbérző, és pont oda kell beszúrni, amit az ábra mutat. Tehát ennek meg annak a bolyának ábrának meg kell egyeznie. Hatodszor. Megcsináljátok mindig helyesen, nem, és akkor visszahozzátok, megkapjátok a pecsétet. Nagy sikert aratott a süteményverseny is, amire jobbnál jobb édességeket neveztek be. Lehetett nevezni sósba és édesbe, és el kell mondanom, hogy akkora sikere van, hogy volt olyan tálca, amelyiket már letrakták, és rögtön el is fogyott. Körülbelül 20-an hoztak, és többen hoztak kettőt is, tehát édeset is, és sósat is. A gyerekek lyukasztgattak, rohangáltak föl alá, hogy összegyűjtsék a pecséteket. Köszönöm szépen, délután indultunk a családdal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és a gyermekeknek örömet szerezzünk. És most épp ezeket a pecsét gyűjtő dologgal foglalkozik, keresi ezeket a kis szimbólumokat, és akkor lyukaszgat, hogy meglegyen neki a teljesítménye. A legkisebbek is megismerték a piknik hangulatát. Jól érezzük. Még pici gyerekeknek még annyira nem találtunk programot, de tetszik neki. Ugye? Az esemény fontos szimbóluma volt a közös virágültetés, amivel szebbé tették a települést.